Szeretettel köszöntöm a stúdióban Fózis Lajost, a Megoldás Mozgalom országgyűlési képviselő jelöltjét, ugye, aki április 3-án beszáll majd a ringbe, és meglátjuk, hogy milyen helyezést ér el. Viszont keveset tudunk önről, talán nem a mi hibánk, de itt az ideje, hogy pótoljuk a hiányosságokat. Egy rövid önéletrajzot kérnék, hol született, hol végezte az iskoláit, miért pont a Megoldás Mozgalmat választotta? Köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek, és én is üdvözlök mindenkit. Kapolcsiként nőttem föl, Tapolcán születtem, és hát mint mindenki, mi is elindultunk azért a városba, szóval óvoda után felköltöztünk Pestre a munka lehetőségek miatt, és a tanulmányom nagy részét ott töltöttem. Hétvégi vidéki gyerek voltam. Nyáron leköltöztünk, hétvégente jártunk. Ez egy állandó életvitel volt, de Pesten kapolcsi voltam, kapolcson meg pesti. De, hát igen. De a közösség mindig hazahúzott. És... Ez milyen iskola volt ott? Milyen egyetemre járt? Hát én már általános iskolába is Budapestre jártam. Utána középiskola építési szakirány, és utána az Ybl Miklós építéstudományi kar. Ott műszaki menedzserként építési szakirányon végeztem. Olvasom az önéletrajzában, hogy már az egyetemen is fontosnak tartotta a közéleti tevékenységet. Ez nem egy ifjúsági szervezet volt, ugye, hanem valami helyi specialitás. A hallgatói önkormányzat. Igen. Ami fontos volt ott, én úgy csatlakoztam oda be, hogy voltak gondolataim, terveim, és felmentem felháborodva, hogy vannak gondolatok, amit szeretnék végigvinni, és szeretném azt, hogy egy-két dolog változzon. És nem elutasítottak, hanem mondták, hogy csatlakozzak hozzájuk, mert ezek egy jó gondolatok. Nem lehet, hogy bedarálták? Tehát ezzel is veszítette az élét a törekvése? Nem, mert egy fél év után már elkezdtük az új programokat, amiket átgondoltan együtt megterveztük. Egy Ybl szakmai nap. Ez egy nagyon neves esemény volt, amit nem az egyetem szervezett, hanem egy külsős hallgatói szervezet. Ezt mi átgondoltuk, és összeálltunk hárman, és megreformáltuk. Ebben nagyon nagy partner volt a akkori vezetése a karnak, és nagyon nagy hallgatói hiány volt akkor már, és a hallgatói aktivitás is nagyon rossz volt. Itt érződhetett az is, hogy a közösségek épülnek le. Nekünk sikerült ezt átgondolni, és új célt adni a hallgatóknak, és ebből egy olyan sikeres rendezvény sorozatot hoztunk létre, amire utána nem csak nekünk kellett hívni vállalkozókat, hanem jelentkeztek. Szóval a harmadik évben az Ybl egy kis kar, de mindig is gyakorlatias képzést adott. A BME az egy nagyon nagy és patinás hely az is, mondhatni konkurenciája volt az Ybl-nek. Volt, aki átjött hozzánk cég, pont egyszer esett a két időpont, és hozzánk csatlakoztak, mert olyan aktivitás volt, és annyi hallgató, hogy... Volt ebben ilyen, hogy innováció? Tehát, hogy a jövőben remutató megoldások, gondolatok, cselekvési tervek? Volt. Nekünk az volt a célunk, hogy ne csak egy időszakra, hanem hosszú távra tervezzünk, és meglegyen az állandó hallgatói utánpótlás is. Mi úgy terveztük ezt a programot, hogy elkezdtünk nem csak a saját hallgatóink bizonyos igényeit felépítenem, több igényt is. Mivel kevés a hallgató, több igényt kell kielégíteni. Ezért mi nem csak egy szakmai napot adtunk nekik, hanem pályázati lehetőségeket és állásbőrzét is csináltunk. Tehát foglaljuk össze az eddigieket, nagyjából szervezésből kipróbált emberről van szó, ötletei is vannak, és hogy került kapcsolatban? Most ugrunk egyet a MEMO-val, a Megoldás Mozgalommal. Én nagyon szerettem politizálni 5 évvel ezelőtt, de csalódott voltam minden oldalról. Nem volt meg az a lehetőség, és nem láttam azt, hogy itt az emberek lennének a központban. És azt is beszéltük nagyon sok barátommal, hogy mindig csak veszekedés lesz a vége. Viszont most egy jó barátom elhívott a legelső ilyen nyíltabb fórumra, ahol barátok, ismerősök voltak. Ez már MEMO fórum volt? MEMO fórum, és egyszerűen úgy hívott el, hogy ez az, amit kerestünk. És mondom neki, hogy biztos. Azt mondja, hogy igen. Menjek el, nézzük meg. Igen, Gattyán Györgyről hallott már korábban is? Nem.
Tehát azt se tudta gyakorlatilag, hogy kinek a Nem. mozgalmáról van szó. De azóta gondolom megismerkedett vele a gondolataival, és nem változtatta meg a véleményét? Nem. Jó érzés volt már az első fórumon azt látni, hogy nem arra építünk semmilyen kampánystratégiát, hogy vegyük elő a negatív részét a Fidesznek, vagy az ellenzéknek, és kezdjünk el mocskolni, hanem az, hogy jól van. Talán még nem eléggé politikai pártról van szó. Nem is az a terv. Bocsánat, egy kicsit cinikus megjegyzés. Nem probléma. Amúgy sok támadást kapunk ez miatt. Viszont egy nagyon fontos alapelve az egésznek az, hogyha hoz a Fidesz egy jó döntést, egy jó javaslatot, tapsoljuk meg. Ha hoz az ellenzék egy jó döntést, egy jó javaslatot, tapsoljuk meg. És hogy ne az legyen, hogy a Fidesz hozta, ne szavazzuk meg, mert hogy... Tehát ne azt nézzük, hogy ki mondta, hanem hogy mit mondott. Így van. És mennyire támogatható az ötlet. Ezzel szemben gondolom a megoldás mozgalmak is vannak saját ötletei, javaslatai, akár konkrétumok is. Mondan ebből valamit, egy párat? Több mindent összeírtam, de amit fontosnak látok, és a digitalizáció. Azért mindenki tudja, hogy jó úton ez haladunk. Ez egy ködös dolog, ugye, bár az Unió ezerrel támogatja a digitalizációt, meg itt-ott hallunk róla, de ez mit jelent például gyakorlatban a digitalizáció? A legfontosabb része, én úgy gondolom, hogy az emberek szolgáltatásában van. Nagyon elindult egy folyamat, amit látunk és követhetünk ügyfélkapu, és most már egyre jobban elérhető minden online fölhivatal. Ezek jó dolgok, de van még hova fejlődni. Van, amit jobban el kell tudni érni, sokkal felhasználóbb barátomnak kell lenni. Én csináltam egy új jogosítványt, csak hogy ügyfélkapu, megcsináltam a motoros jogsimat. És automatikusra volt beállítva, hogy egyből küldje neki nekem egy új igazolványt, nem is kell fotót csinálni. Az ügyfélkapun. Igen, de ez nem sikerült. Hát én is próbáltam megújítani a jogosítványt ilyen módon, állítólag a 3 éven belül fényképes igazolványt készítettem ugyanilyen módszerrel, akkor nem kell lefényképezni újra magamat, ez se sikerült. Tehát ez biztos, hogy vannak még hiányosságok. Nagyjából 2 hónapot késtem így az új jogosítványommal. Szóval egy kolléganőm tartotta a laptopot, és online próbáltunk fotót csinálni, és nagyon vicces volt, de közben szomorú is. Kinyomtattam egy nulla várakozó volt előttem már, 3 óra várakozás után, és a nulla várakozónál még 45 percet ültem a gép előtt, hogy bármi történhessen. Igen, hát van még fejleszteni való biztos, bár egy kellemes élményem volt, ma jöttem a vonattal, és az IC-re nem vettem véletlenül helyjegyet, és egy applikáción keresztül tudtam vásárolni. Igaz, hogy egyet későbbi vonatra vettem, de a kalóz elnézte nekem. Tehát annyira átszövi az életünket a digitalizáció, amennyire még nem persze, de átszőhetné, és sok dolgot megkönnyítene. Gondolom, akkor ezzel az úton járnak. A mezőgazdaság, egészségügy, ezek mind fontos részek. Nem pont az én területem ez, hogy én erről több mindent tudjak mondani, én inkább a helyi érdekeltségek, helyi témákban tudok jobban erről beszélni, de mindenképpen egy kidolgozott programot átküldünk, és akkor azt... Egyébként ezt a programot ezt megvalósítják akkor is, ha netán nem futnak be a választásokon? Mivel nekünk az emberek a cél, és nem az, hogy minket reklámozzon, ezért biztos vagyok benne, hogyha kis sikerrel indulnánk is a választásokon, szeretnénk eljutatni azokra a platformokra, ahol ez tud segíteni és megvalósulni. Hát a programjából nem tudom, mi az, amit még kiemelne, azon kívül, hogy szolgáltatás, az emberek szolgálta, a digitalizáció, van olyan, amiben mondjuk idézőben belátják magukat, tehát az orosz-ukrán háború. Vagy ez nem az önök asztal annyira? Hát az fontos tudni, hogy nagyon sokan húznak politikai hasznot most ebből a háborúból. Mi adományozunk, de nem tesszük ki egy kampányként, hogy mi most oda mentünk és vittünk. 1100 tábori ágyat juttattunk el úgy, hogy egyeztetve a polgármesterekkel Ukrajnába, és tényleg azokat a fontos adományokat tudjuk küldeni, mert tényleg szükség van. Most érkeznek néha aggasztó hírek Gattyán úr anyagi helyzetéről, de gondolom, hogy nem érzik, hogy anyagi korlátaik lennének, pontosabban a munkájukhoz elegendő forrással rendelkezésükre? Én úgy gondolom, hogy nem jutott el semmilyen ilyen információ hozzánk. A megoldás mozgalom és hogy a Gattyán György, mint támogató is mögé állt, biztos vagyok benne, hogy észszerű kereteken belül
tudjuk folytatni, bármi probléma is lenne, de én szerintem nincsen ilyesmi. Most a mozgalom viszonylag fiatalnak tekinthető, 2-3 hónapos, mióta tudunk róla, hogy működik. Ön szerint mennyire nőtt a behatolása a társadalomba, penetrációt is mondhattam volna, de azt talán kevesebben. Én úgy gondolom, hogy egy muszáj volt egy olyan pártnak születni, ami észszerű döntés lehet, és nem eddigi hibákra épül, vagy eddigi hírekre és mocskolódásokra, hanem egy új dolog, ami tényleg egy emberközpontú dolog. És ha én ezért is vagyok itt. Én egy ilyen ember voltam, aki nem tudtam, hogy nem is akartam már se jobbra, se balra, semmelyiknek, nem láttam potenciált. Ha van egy emberközpontú, egy támogatói csapat, egy mozgalom, akkor, és jó, mert pedig jó, akkor szerintem be kell tudnia robbanni és ismerté válni. Bár ez a 2-3 hónap a választásokig, ez nem olyan soknak tűnik, de gondolom vannak távolabbra mutató céljaik és terveik is. Így van. Ahogy az előbb is említett, hogy igazából a céljaikat nem adják föl, most egy párt, amelyik ezt artikulálja, ha szabad így mondanom, de mégiscsak a 3-as szám választókerületben indul. Itt vannak városok, Ajka, Tapolca, Sümeg, Badacsony, Tomaj. Mit gondol, hogy mennyire sikerült megismertetnie magát ez alatt a rövid idő alatt, vagy milyen módszereket tudott használni? Nagyon fontos volt, hogy megismerjem azokat a vezetőket, akiket a helyi emberek választottak meg. Voltam több polgármesternél is. A kellemes csalódás is volt, meg egyrészt egy kicsit negatív is, hogy nem sokan keresik fel a jelöltek közül a polgármestereket. Voltam fideszes polgármesternél is, nagyon sok a független. Jó érzéssel töltött el a beszélgetés, és felmérni azt, hogy mit látnak, és mi a jövőbe mutató céljuk. És ez egy feltöltődés, hogy úgy tudok vezetőkkel beszélni, akik látják a potenciát abban a gondolkodásban. Bizalommal fogadták egyébként? Vagy egy ilyen kis távolságtartás? Először nem. Mindenki egy nagy távolságtartással indít, és egy 15 perces időkeretből lett egy óra, és nagyon szívesen látnak rendezvényeken is. Szóval ez nekem kellemes csalódás. Ajkán, most mégiscsak Ajkán vagyunk, milyen tapasztalatokat szerzett eddig? Mi a vélemény a városról, az emberekről? Gondolom, sokat járt kelt. Régen is sűrűn jártunk Ajkára, de most én azt látom, hogy fejlődik. A rendezettebbé válik. Én osztottam Napkor Rózsát, és nekem az egy nagyon nagy feltöltődés volt, ahogy a hölgyek fogadták. Nem volt számukra fontos az, hogy melyik párt, és én nem is politizáltam akkor, hanem csak nőnapból adtam egy rózsát, és nekem az kellemes csalódás volt, hogy mennyire tudnak nyitottak lenni és örülni egy kis apróságnak. Olvas egy közösségi felületeket, mondta, hogy közösségember, gondolom, akkor használja is ezeket az internetes felületeket, és hát a digitalizációhoz meg hozzátartozik ez a technológia, hogy úgy mondjam. Mit gondol ezeknek a véleménybefolyásoló képességéről, vagy az ön szája íze szerint folynak-e ott a dolgok? Most nem muszáj kritizálni, de mondtad egy véleményt. Ez mondom is kérdés. Ismer, elég széles skálán mozog, ez egy beugratós kérdés. Én azt látom most, hogy ahogy önök is, nagyon arányosan és nem elhatárolódva mutatnak be minket, ez nekem nagyon szimpatikus. Támadások vannak, kisebb támadások, de egyre a sajtóban még kellemeset csalódtam idáig végig. Ez vonatkozik a helyi sajtóra is, ugye? Így van. Vagy elsősorban arra? Hát a helyi sajtóra mindenképpen. Ezt szóval... provokálom. Megyei lap, jó, ezt hagyjuk, mert nem a mi. Én mindenképpen egy megyei lapot azért kiemelnék, az ajkai szót, és... Igen, ez is hogy... megyei lap, csak a megy egy részén lehet olvasni. Igen, nekem ez még kellemeset csalódás volt, hogy kaptunk lehetőséget a bemutatkozásra, és nem arról volt szó, hogy egy eltorzított képet, hanem ami a valóság. Igen, hát próbáltuk a saját gondolataikkal bemutatni önöket, mint hogy ez a mostani beszélgetés is leginkább arra irányul, hogy megismeressük önt, illetve az ön pártját. Van-e még valamit fontosnak tart a választások előtt, mert nyilván korlátozottan állnak lehetőségére alkalmak, bár több, mint a Magyar Televízió ad az ellenzéki jelölteknek, vagy pártvezetőknek. Mi az, amit esetleg, amivel megkedveltethetné a saját mozgalmát, még ha nem is adnak sokat arra, hogy önök fognak nyerni, de miért érdemes figyelni a Nemóra?
Mindenképpen, amit mutatunk, azt adjuk. Én ezt végig vallottam is személyes találkozásokkor is, hogy nagyon sok kritikát kapunk, nagyon sok támadást mozgalom párt szinten. Én képviselni szeretném az embereket. Ha bármilyen kritika, bármilyen támadás akár valóságszerűségé is válhat, akkor az én szavamba hihetnek, akkor láthatják, hogy az ő képviseletük az, ami fontos számomra, és hogy maga a mozgalommal együtt tudjunk dolgozni. Én csak azt tudom mondani, hogy nekem kellemes csalódás, hogy azt kapom és azt tudom adni, amit látok, és nincs benne burkoltság. Nagyon sok támadás a megosztás, a szavazatok megosztása. Itt arról van szó, hogy végre... Igen, tehát arról az ugye, hogy miért indulnak ilyen kis pártok, csak elveszik a szavazatokat, mindegy, hogy kitől, de hát az ellenzékről van szó. Igen, nem célunk, sőt azt is mondjuk, hogy aki fideszes, de akár bizonytalan is, szavazzon a Fideszre. Aki az ellenzékben hisz, vagy bizonytalan az ellenzékbe, de nekik hit, menjen szavazzon az ellenzékre. Mi tényleg azokat az embereket szeretnénk megszólítani, akik eddig nem mentek el szavazni, és én is ilyen voltam, hogy nem mentem el szavazni, mert már nem tudtam, hogy kiradjam le voksomat. És nem az a célunk, hogy megosszuk ezt a dolgot, hanem az, hogy mutassunk egy új képet, egy új lehetőséget, és ebben lehessen újra bízni, hogy van még ilyen gondolkodásmód. Hát tetszik ez a dolog, bár nem tudom, most hirtelen tudnám mondani a történelmi olyan példát, hogy egy párt azért nyert egy ország választásokat, vagy azért szerzett befolyást, mert gondolkodó emberekből állt össze, és nem propagandistákból. Erre igen, volt azért, talán a Kossuth Lajosnak volt egy ilyen elindítása, de... Példát most nem tudok mondani erre. Viszont ez egy olyan gondolat, amit... De a kiművelt emberfőkre mindenképpen szükségünk. Ez egy olyan gondolat, amit szerintem nem mi indítunk el, régen is volt. Nagyon nehéz azért, hogyha van egyfajta propaganda, vagy kicsi a lehetőség a megjelenés, hogy megismernek minket a mai világban, a mai digitális világban. Nagyon messziről indulunk, viszont szerencsére annak is, hogy fiatal párt vagyunk, és nem tudtak belőlünk felkészülni, így nem tudnak annyi álhírt, vagy annyi karaktergyilkos megjegyzést, vagy információt átadni. Megkérdeztem, hogy hány éves? 32 leszek. 32. Idén. Tehát akkor még 50 év kinéz a politikai pályán. Bizony, nem tudom, mennyire erősen az elhatározás, hogy politikusként, vagy ezzel a hátszéllel próbálj meg elérni a céljait, vagy ezzel még gondolkodik? Azért mertem belevágni, mert nem csak egy 4 évente felbukkanó arc szeretnék lenni, hanem valós képviseletet szeretnék itt ebben a kis, relatív kis közösségben. Szóval tényleg ahányszor körbejártam most az elmúlt időszakban, vagy előtte is már, amikor mentem, én csak azt látom, hogy itt muszáj egy olyan összefogásnak lenni, ami nem csak a félelemre, nem csak a pénzre, hanem magára, közösségre irányul. Ezért is vannak olyan céljaim, ami itt helyben érdemes elindítani, akár az oktatással kapcsolatban, vagy kicsit újra megerősíteni a helyi vidéki embereket, mert régen attól volt erős, mert tudott valamennyire függetlenedni. A vidékén. Most még a választások előtt vagyunk, ezért egy kicsit provokatívnak tűnik a kérdés. Ha bármelyik párt győz is, bárki is győz ezeken a választásokon, akár egyéniben, akár listán, fölajánlja neki a segítségét, nekik? Hát mivel azért indultam, mert nem találtam meg, és nem a személyekre irányul, hanem a pártokra, nem találtam meg azt az irányt, amit tudnék képviselni vagy támogatni, a megoldás mozgalomban sem hallok, vagy kaptam volna ilyesmi infót, nem mondanék le. Tehát továbbra is támogatna az értelmes gondolatokat, ezt úgy kell érteni. Így van. És sokszor megfelteszik azt a kérdést, hogy hány százalékra számítok. Én szeretném megnyerni ezt a választást. Szép cél. De nyilván elemzőkkel is beszélt már. És vannak lojális képeim arról, hogy pontosan mi lehet a valóság. Én úgy indultam neki, és úgy is szeretnék képviselni. Reális képe, ugyanúgy. Igen, reálisan, igen. Hogy
Látok benne lehetőséget, hogy valósan itt a helyi erőkkel neki tudjunk vágni és képviselni. Tehát akkor most hány százalék esélyt ad magának arra, hogy megnyeri ezt a választást, vagy akár a pártjának? Hány mindent, szavazata számít még mindent, a kb. 70 ezerből? Mindent megteszek azért, hogy minél több embert érjünk el. Nem tudnék ezzel kapcsolatban mondani bármit. Erre később visszatérünk. Akkor lehet, hogy 4 év múlva, lehet, hogy... Azt mondanám, hogy április 4-én szívesen beszélhetünk erről, és akkor elmondom, hogy mi volt, amit én láttam reálisnak, és mi az, ami a valóság. De egyelőre azt látom, hogy akivel beszélek, és amelyik vezetővel beszélek, azon kívül, hogy valamennyire függenek a forrásoktól. Nekem nem az a célom, hogy bármit megvonjak, vagy hogy egy új vonalat találjak ki. Van nagyon sok jó vonal, amit vinni kell tovább. A családok támogatása, a falvak támogatása. Ezeket nem szabad megszüntetni, vagy megállítani. Dolgozni kell rajta, hogy jobb tudjon lenni. Szóval igazságosabb legyen, netán? Vagy ez egy csúnya nincs, szó? Mi az igazság, ugye? Igen, igen. Egy biztos, a családok a jövő. Minél több gyerek születik, annál erősebbé tud válni a jövőben Magyarország és a magyar nemzet. Ebben a, mint a Fidesz pártján állna, ugye? Mert ők hangoztatják, hogy fiúk, lányok, hogy szüljetek nekünk unokákat, meg ilyen lózungok elhangzanak, de ön azért egy kicsit szofisztikáltabban közelíti meg a kérdést, úgy érzem. Ahogy mondtam is, hogy ha van egy jó döntés, egy jó törvény, akkor meg kell tapsolni és támogatni kell. Ha netán az MSZP vagy a Jobbik hozott volna, vagy a DK egy ilyen gondolatot, egy ilyen törvényjavaslatot, akkor miért szüntessük meg? Ugyanez a határvédelemről is. Ez egy nagyon... Egy olyan kérdés volt, amire nem tudtam volna válaszolni, amikor azt mondta nekünk Huszár Viktor, hogy mi ebben a kérdés? Ha meg van építve a kerítés, és értéket képvisel, és ott van, miért bontsuk le? Most egy kerítést sokféleképpen lehet használni, igen. Tehát lehet arra, hogy mondjuk szélsőséges példát, hogy áramot vezetünk bele, meg lehet úgy is kezelni, hogy kapukat létesítünk rajta, és egy európai módon bíráljuk el azoknak a kérvényeit, akik mondjuk Európába akarnak tartozni, és utazni, és dolgozni. De a valóság azt hiszem most valahol a kettő között van. Így van. De ami viszont jó, vagy jobbá tud válni, akkor azon fejleszteni kell. És mi ezt képviseljük. A fejlődést. Így van. Púzs Lajos, köszönöm szépen, hogy eljött a stúdióba. Én is köszönöm.